nem számítottam rá, egy nagy interjút csinálsz vele. Persze, itt mind az egész életet megfejtem. Még mesét akarok olvasni a gyerekem. Igen. Itt vagyunk azon a diátlonon, ahol kérdették az év férfiát, méghozzá a Playboy magazin szavazói szerint, és az egyik győztessel állok itt Sebestyén Balázssal. Hello! Ciao, hello! Az év média személyiségének nyertese Sebestyén Balázs! Na hát megkaptad ezt a díjat, és szerintem te voltál az, aki leginkább nem toborozta a rajongói tábort, hogy szavazzon rád, nem? Ezt jól gondolom. Én egyáltalán nem, én konkrétan egy hete tudtam meg, hogy előtt vagyok. Mindenki toborzott magának, hogy szavazzanak rá. Azt láttam mindenhol, hogy mindenki így rakja ki, hogy gyerünk, és így látod, meg még a rádióban sem emlegetted nagyon. Én nagyon szeretnék másoknak drukkolni, de hogy ez a szavazatok rám, vagy ez a fajta kicsi öntőmérezés, ez nekem nem megy. Úgyhogy, megmondom, egy hete tudom az egészet nagyjából, hogy én is előtt vagyok, de ha előbb tudtam volna, se szavaztattam volna magamra. Tehát azt meghagyom másoknak. Meghagyom a Flór Tominak, meg az Istenes Bencének. Nem hiszem, hogy nyilván ez a toborzásról szól, azért, hogy hallottam itt a Playboyban, nagyon sok szavazat érkezett mindenkire, annyit az ember nem tudna magának toborozni. Hát nyilván az ember ott van a tévében, ott van a rádióban, biztos ez is számít azért szerintem. Térjünk kicsit a televíziózásra, ha már emlegetted. Elkezdett újra a Gyertek át szombat este. Mit gondolsz, az új év vagy jobb, mint az előző volt, vagy inkább pont egy olyan színvonalat tartottatok, vagy esetleg rosszabb? Én szerintem ugyanaz, tehát ennek a műsornak megvannak a formális keretei, játékokban lehet variálni, de megvannak azok az arcok, akik jól működnek, akiket szeretnek a nézők, úgyhogy ez nem egy olyan műsor, amit évről évre nagyon meg kell újítani, vannak olyan típusú műsorok is, de vannak olyan formátumok, amik viszont az állandóságukkal tudnak egyfajta élményt adni. A néző szereti, tudja, hogy hány játék van benne, milyen játékok, kik a szereplők, csak néha próbálunk egy-egy új arcot, úgyhogy nem akarunk sokat változtatni, ez szerintem így jó, ahogy van. Egyszer voltam én is a forgatáson, és így láttam, hogy tényleg nagyon önfeledten megy maga a forgatás, és konkrétan egy ilyen bulit varázsoltok oda, hogy mennyire kellett alkalmazkodni a licenszhez, mikor megtudtad, hogy ez a te műsorod lesz, hogy egyből úgy mondtad, ez simán menni fog, vagy gondolkodtad, hogy valami poént erre, arra? Nem, hát azért nem szoktam előre nagyon poénokon gondolkodni, azt meghagyom a Shoulder klubosoknak. Itt nagyon sokat improvizálunk, tehát itt nem lehet nagyon előre kitalálni dolgokat, itt a vendégek is improvizálnak. Úgyhogy az amerikai egy sokkal kötöttebb forma, ott egy műsorvezető csaj van, nem nagyon humorizál, letolja a játékokat és vége. Mi azért egy picit más szellemben csináljuk ezt a dolgot. Itt mindenki beszól mindenkinek, de talán pont ezért jó, mert nem izzadságszagú a dolog. Nem volt mondjuk olyan a forgatásokat, hogy valaki tényleg megsértődött, mert azért néha tényleg nagyon oda van mondogatva egy-két dolog. Nem, én azt hiszem, hogy azért mindig érezzük azt a határvonalat, amit nem lépünk át. Térjünk akkor a rádiózásra. Nem számítottam rá, egy nagy interjút csinálsz vele. Persze, itt mind az egész életet megfejtem. Még mesét akarok olvasni a gyerekem. Igen. Akkor gyorsan még egyet nyomunk. Láttam most, hogy egy hazugságvizsgálat volt. Ez mennyire volt amúgy reális ez a hazugságvizsgálat? Mit tapasztaltál? Mennyire lehet kikerülni? Ez egy félig komoly, félig humoros dolog volt egyébként. Nyilván egy reggeli műsorban három műsorvezető hazugságvizsgálóra köti a kollégáit, azért az inkább humor. Inkább a humoros oldaláról próbáltuk megfogni a dolgot, nem volt ez egy véresen komoly dolog. Jó van, akkor hagylak is tovább, hiszen a gyereknek mindig kell az esti mese. Köszönöm az interjút, mi pedig folytatjuk.